Sziasztok, tizedikesek! A rendkívüli helyzet bejelentése óta ez a 14. órai anyag feltöltésem, és a mai alkalommal elkezdenénk a politika történetről beszélni, vagyis megnéznénk Habsburg III. Károly uralkodását, illetve a magyar politikai hatalmi ágakat is megnéznénk egy kicsit, hogy mi a helyzet Magyarországon a 18. században. Tehát alapvetően Habsburg III. Károlyról szeretnék, és az ő kormányzati rendszeréről beszélni. A politika történetünket odáig jutottunk, hogy ugye 1711-ben a Szatmári béke megkötésével befejeződik egy korszak Magyarországon. Ekkor az uralkodó Habsburg első József volt, ő 1705 és 11 között uralkodott, ugye a gyűlölt és utált első Lipót után volt ő uralkodó. Egy nagyon, nagyon normális uralkodó volt, ő volt az, aki ilyen kompromisszum készen, nagyon normálisan megalkotta és lezárta a Rákóczi szabadságharcot, de sajnos 1711-ben meghalt, és 1711-től 1740-ig Habsburg III. Károly került a trónra. Na most Habsburg III. Károly maximálisan figyelembe vette a szatmári béke pontjait, tehát ebből a tekintetben ő is normális uralkodó volt, de alapvetően azért egy olyan zsarnokról beszélünk III. Károlynál, aki nagyon jó államférfinek bizonyult, és tulajdonképpen bármennyire érzékeny pont volt Magyarország, mert ugye Magyarországon abban a pillanatban, hogy egy kicsit keményebb intézkedést hoznak Magyarországgal szemben, mint örökletes tartomány, abban a pillanatban fellázadt Magyarország, és a rendi ellenállással, a rendi önállósággal ott valamilyen szabadságharc robban ki. Láthattuk a Bocskai szabadságharc, Wesselényi összeesküvés, Rákóczi szabadságharc, tehát erre lehet példákat hozni. Tehát III. Károlynak egy szó mint száz, nagyon-nagyon ügyesen kellett viseltetni Magyarországgal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hoz Magyarországgal. Tehát nagyon érzékeny egyensúly alakult ki a birodalmi tartományok, örökös tartományok és Magyarország között, és erre az érzékeny egyensúlyra nagyon-nagyon vigyázott, de amit lehet, azért ne felejtsük el, egy zsarnokról van szó, amit lehet, azért megpróbált elintézni Magyarországgal szemben, úgy, hogy ahhoz Magyarországnak nem fűződött érdeke, és a magyar rendeknek nem fűződtek érdekei. De 30 éves uralkodás alatt szépen elaltatja a magyar rendeket, és van három olyan intézkedése is, amit úgy tud keresztülvinni Magyarországon, hogy nem lesz belőle rendi ellenállás, de egyértelműen nem szolgálta Magyarország és a magyar rendek érdekét. Az egyik ilyen intézkedése mindjárt uralkodása elején, 1712 és 15 között volt egy rendi országgyűlés, ahol sikerült elfogadtatni a magyar rendekkel, hogy a magyar rendek lemondjanak az önálló hadsereg kiállításának a jogáról. Ez a magyar önállóságnak és a függetlenségnek egy nagyon szimbolikus része volt, hogyha még saját haderőt ki tudunk állítani, akkor az állam az államban, azért elég sok minden, elég nagy mozgásterünk van, viszont erről lemondtunk. Odaadtuk a Habsburg uralkodóknak a kezébe. Na most mindezt miért? Azt tudni kell, hogy innentől kezdve minden Habsburg uralkodó, amikor összehívja a magyar rendi országgyűlést, talán egyetlen magyar mondatot megtanulnak, ez pedig az, hogy amikor megnyitják az országgyűlést ezek a Habsburgok, akkor bejelentik, hogy az országgyűlés megnyitása után tiszteletben tartom a magyar rendeknek a szabadságát és kiváltságát. A magyar nemeseket önzően csak ez érdekli, hogy megmaradjanak a saját kiváltságai, a saját adómentessége, és ennek érdekében, ha ezt egy Habsburg uralkodó elmondja, akkor innentől kezdve egy Habsburg uralkodó mindent meg tud szavaztatni a magyar főurakkal. Tehát valószínűleg III. Károly ezt használta ki, ezt a fajta helyzetét, hogy azzal, hogy megígérte a magyar rendek jogait is, jogainak és kiváltságainak a tiszteletben tartását, innentől kezdve mindent el tud intézhetni a magyar rendekkel. Többek között arról, hogy a magyar főuraink bizony lemondtak a magyar önálló haderő kiállításának a jogáról. Mondjuk hozzá kell tennem, hogy azért az udvart még így is sakban tudjuk tartani, mert a Magyarországgyűlés az újoncok megszavazásával azért mi döntünk arról, hogy abba a közös birodalmi hadseregben mekkora magyar haderőt küldünk.
Tehát ezzel azért valamelyest befolyásolni tudjuk, de a hadsereg szervezése már nem a mi jogunk. Hát ezt is sikerült elaltatni, ezzel is sikerült elaltatni a magyar főurakat a Habsburg harmadik Károlynak. A másik intézkedése 1731-ben kiadja a Karolina rezolúciót. Ez tulajdonképpen egy vallási türelmi rendelete volt. Ugye itt megjegyezném, hogy a türelem az azt jelenti, hogy a vallás szabadsággal szemben, hogy a vallás szabadságban mindenki úgy gyakorolja a vallását, ahogy akarja. A vallási türelem az azt jelenti, hogy csak bizonyos keretekkel lehetett, bizonyos korlátokkal lehetett gyakorolni a vallást, például a protestáns felekezetet. Na most ez a Karolina rezolúció az azt jelentette, hogy ez egy vallási türelmi intézkedés volt, vagyis korlátokkal meg volt határozva, hogy hol, hány embertől, mekkora lélekszálló településtől lehetett gyakorolni a protestáns felekezetet, tehát a református vagy evangélikus hitet, hol és mikor, milyen keretek között lehetett gyakorolni, hol nyithattak templomot például a protestánsok. És ennek volt egy része, a dekretális eskü. A dekretális eskü az az volt, hogy a magyar protestáns nemeseket akadályoztatta a hivatalviselésben, ugyanis ha valaki hivatalnok akart lenni, akkor egy nagyon katolikus ízű esküt kellett tennie, amit a magyar protestáns nemesek nem tettek meg. Ennek köszönhetően a hivatalokba a katolikus nemesek voltak pozícionálva. Tehát ez a Habsburg udvarnak tökéletesen megfelelt, ez a dekretális eskü, de ebből lehet látni, hogy azért Magyarországon a protestáns nemeseknek, meg a maga a protestantizmusnak elég komoly korlátai voltak. Na most ezt, ha jól belegondolunk, Magyarország önállóságát, a magyar nemesi rendi kiváltságokat sértette, hogy bizonyos protestáns nemesek nem gyakorolhattak hivatalt. Ehhez sem fűződött a magyar rendeknek érdeke, de a Karolina rezolúciót szépen alattomosan sikerült keresztül vinni harmadik Károlynak. A harmadik intézkedés, amit keresztül sikerült vinni, és amelyhez szintén nem fűződött érdeke a magyar rendeknek, az a pragmatika szankció. Pragmatika szankció 1722-23-ban lett elfogadtatva Magyarországon, a Magyar Rendi Országgyűléssel, és röviden annyit jelentett, hogy harmadik Károlynak nem születtek fiai, csak egy lánya volt, Mária Terézia, és amikor élete vége felé közeledett ez a harmadik Károly, akkor mindent megtett, hogy lányára hárítson rá minden utódlási lehetőséget. Ezért saját birodalmában, örökös tartományaiban már valamikor az 1710-es években elfogadtatta ezt a pragmatika szankciót, de a magyar féllel csak 1722-23-ban, ami azt jelentette, hogy a birodalom részeit oszthatatlanul és elválaszthatatlanul egy kézben fogja örökölni valaki, ha kell, női ágon is. A tankönyvben a 175. oldalon van egy szövegforrás, ezt gyorsan felolvasnám a pragmatika szankcióval kapcsolatosan, csak az első bekezdést. Második törvénycikk 5. paragrafus. Ő lesz legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának maggova szakadtával. Az öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és koronájában, és az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban felséges osztrák házának nőjágára is, és pedig első helyen a fent tisztelt, most uralkodó, legszentségesebb császári és királyi felségnek. És megy tovább a mondat, de tovább nincs szükségünk rá. Tulajdonképpen itt a legfontosabb az, hogy megnevezi, hogy női ágán is tovább mehet a Habsburg háznak az osztrák ága. És ezt a magyar főuraink, a magyar rendeink 1722-es, 23-as rendi országgyűlésen csont nélkül elfogadják. Ami azt jelenti, hogy Magyarország lemond arról a primogenitúra elvéről, ami már ezertől működteti a magyar államot, hogy csak férfiágon az elsőszülött vér szerinti fiú örökölje a trónt, erről lemondunk, és lehetőséget biztosítunk a pragmatika szankciótól, hogy nő is felülhessen a trónra. Na most ez azért fontos, mert ugye itt harmadik Károllyal fiúágon magva szakad a Habsburg ágnak, és ebben a tekintetben mondhatnánk mi azt magyarok, hogy jó, hát akkor nézzünk egy olyan dinasztiát, amit most mi döntünk el, hogy fiúágon ki üljön fel a trónra.
Tehát itt a szabad királyválasztás joga sérült abban a tekintetben, hogy itt, amikor elkövetkezik majd harmadik Károly után a magvaszakadást, akkor szabadon dönthessenek a magyar rendek. Erről a magyar rendek lemondtak. Tehát ezt is el tudta érni harmadik Károly, hogy lemondjon. Erről a magyar rendek lemondjanak erről a helyzetről, tehát tulajdonképpen harmadik Károly keresztül vitte ezt a pragmatika szankciót a magyar főurakon. Miért? Azért, mert megígérte nekik, hogy a magyar rendeknek a jogait és kiváltságait figyelembe veszem, és innentől kezdve a magyar rendek bármit elfogadtak harmadik Károly kezdeményezésétől. És így 1740-ben tényleg fiútód nélkül hal meg, és tulajdonképpen az örökös és örökletes tartományokban mindenki el fogja fogadni, hogy egy nő üljön fel a trónra. Magyarországon ez nagyon-nagyon szokatlan, bár hozzá kell tennem, hogy vannak magyar történelmi pillanatok, amikor magyar nő, uralkodó nő vagy né ült a trónon. Ugye például Luxemburgi Zsigmondnak a lánya, ugye, Erzsébet, aki egy nagyon-nagyon rövid ideig, ugye Habsburg Alperttel kötött házasságaig tulajdonképpen irányíthatott, vagy például ugye Anzsu Nagy Lajos királyunknak az idősebbik lánya és Mária, ugye ő pár évig, amíg Luxemburgi Zsigmondhoz hozzá nem ment, addig uralkodhatott. Tehát erre vannak példák a magyar történelemben, vagy európai példák. Hát ugye az angoloknál ott volt Tudor Erzsébet például, majdnem 50 évig uralkodott. Vagy ott van most például az orosz trónon második Katalin cárnő. Tehát ezekre azért van példa, csak más kérdés, hogy Európa ezt mondjuk el fogja fogadni. Hogy el fogja fogadni, vagy nem, erről következő órán Mária Teréziánál fogok majd mesélni, annyira nem akarok spoilerezni, de lényeg az, hogy a pragmatika szankciótól lehetőség nyílt, hogy nőjágon is felülhessen valaki a trónra. Na most harmadik Károlyról elég ennyi, viszont most az óra második felében arról mesélnék, hogy Magyarországon a hatalmi ágak hogyan működnek. Ugye tudjuk, hogy van törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmi ág. Ez a Habsburgok idején egy kézben összpontosul. Tehát harmadik Károly alatt zsarnokság van. Ez a három hatalmi ág úgy, ahogy az ő kezében összpontosul. Na most valahol a magyar rendek jogosnak tartják azt, hogy az irányítás megkönnyítése érdekében a hadügy, a külügy és a pénzügy az azért uralkodói felség jog legyen, mert akkor az uralkodó nem tudná irányítani saját országát. Tehát valamelyest mi magyarok is beleegyezünk abba, hogy vannak olyan területek, amit az uralkodónak kezébe kell tartania. De az uralkodó három hatalmiákból ugye a végrehajtói hatalmat azt úgy gyakorolja Magyarországon, hogy Pozsonyban van egy helytartó, az ő személyét helyettesítő helytartó, rendszerint az ország nádora az, akit kinevez az uralkodó irányítónak, és ő maga helyett ez a helytartó irányít, akinek van egy kis tanácsa, a helytartói tanács, amin keresztül tulajdonképpen uralkodói akaratot hajtanak végre Magyarországon. Ha kell, rendeleteket hoznak az uralkodó nevében, de lényeg az, hogy az uralkodó azért befolyásolni tudja ezt a végrehajtó hatalmat. A bírói hatalmat is befolyásolja, mert természetesen ebben az időszakban a bíróságok, bár már elkezdenek intézményi szinten működni, a bíróságok, de mivel a bírókat az uralkodó nevezi ki, ezért tulajdonképpen a bírói és igazságszolgáltatói hatalmi ágra is befolyással bír az uralkodó, úgyhogy ez sem független hatalmi szervezet. A harmadik hatalmi ág az a törvényhozás. Na most ugye Magyarországon van egy kétkamarás rendi országgyűlés, ami alapvetően egy teljesen súlytalan intézmény lenne, és hiszen a törvényeket is hozhatná az uralkodó saját maga, de amiatt, hogy ez egy megosztott hatalmi ág lesz, tehát az uralkodó és a magyar rendi országgyűlés közösen hozza a törvényeket, az a súly fogja biztosítani, hogy a magyar törvényhozás dönt a többletadó kivetéséről és az újoncok megszavazásáról. Ezzel a két dologgal nagyon sarokba tudjuk fogni az uralkodót, nagyon sarokba tudjuk szorítani az uralkodót, mert hogyha az uralkodó nem hajlandó a törvényhozással együtt dolgozni a törvények megalkotása érdekében, akkor mi be tudjuk stoppolni a többletadókat és az újoncok megszavazását. Tehát az uralkodó kénytelen együttműködni a rendi parlamenttel.
A rendi parlamentünk kétkamarás módon működik, ami azt jelenti, hogy van egy felsőháza, ami mindig Pozsonyban ülésezik. Ide az arisztokraták, előkerők, bárók, grófok és a főméltóságú papok, ugye az érsekek és püspökök egyéni meghívóval vesznek részt, továbbá a vármegyék főispánja is részt vehetnek a Pozsonyi Országgyűlésen, és itt tulajdonképpen közösen döntenek a felsőházban. Az alsóházi ülésekre oda rendszerint Pesten ülésezik az alsóház, oda minden vármegye küldött két-két nemest, akik az alsóházi ülésen vesznek részt, és ott szólnak bele a törvényekbe. Na most a Magyarországgyűlés, mint elmondtam, két nagyon-nagyon fontos szerepe miatt, az újoncozás és a többletadók megszavazása miatt komolyan figyelembe kell venni az uralkodónak az országgyűlést, de az országgyűlés baromira nehezen és körülményesen működik a 18. században és a 19. század elején. Ugyanis amikor az uralkodó összehívja a rendi országgyűlés valamilyen oknál fogva, akkor leíratban közli az országgyűlés felső és alsó házával, hogy milyen témában hajlandó törvényjavaslatokat elfogadni. Ezeket a leíratokat egyébként maga a vármegyék is megkapják, a vármegyei közgyűlés is, erről majd mindjárt beszélni fogok, de lényeg az, hogy összeül az országgyűlés, ugye a vármegyék elküldik az alsóházba a küldött képviselőket, külön összeülésezik a felsőház is, döntenek egy törvényjavaslatról, és a két ház egymást átiratban közlik, hogy az adott ház hogyan fogadta el, vagy hogyan nem fogadta el a törvényjavaslatot. Hogyha nem fogadják el, tehát az alsóház és a felsőház külön döntést hoz, az egyik elfogadja, a másik nem fogadja, akkor tulajdonképpen addig megy a húzavona hetekig, hónapokig, amíg valamilyen harmónia ki nem alakul a két ház között. Vagy az, hogy elutasítja mind a két ház, vagy az, hogy mind a két ház elfogadja. Most vegyük azt a jobb verziót, amikor egy törvényjavaslatot mind a két ház egyenlő mértékben elfogad, és átiratban egymásnak tudomására hozzák. Ha mind a kettő rábólintott, akkor megy feliratban az uralkodóhoz a törvényjavaslat, és az uralkodó vagy szentesíti, vagy nem. Előfordulhat, hogy visszadobja. Ez bármennyiszer megtehette az uralkodó. Na most ennek köszönhetően, hát sajnos majd látni fogjuk a reformkorban, lesznek olyan törvényjavaslatok, amelyek évekig bolyonganak ebben a rendszerben. Ez azért nagyon fontos átlátni a két ház közötti átiratot és a felirati működést, mert enélkül nem értjük meg a reformkort. A tankönyv 177. oldalán lehet itt látni, hogy itt van az országgyűlésünknek a alsó és felsőháza, közötte átiratok mennek, és amikor megvan a harmónia, akkor megy feliratba az uralkodóhoz a felirati javaslat. Ha uralkodó elfogadja, akkor lesz abból törvény. Na most a döntések meghozatalának nagyon-nagyon fontos szintere a vármegyei közgyűlés. Itt lehet látni a vármegyei szintet. Ez a közigazgatásnak a fontos szintere a vármegyék, és azt lehet mondani, hogy a 18. századtól még nem annyira, de a 19. század elején a reformkorban a magyar politizálásnak a legfontosabb szintere a közgyűlés, ugyanis a közgyűlésen nagyon-nagyon sok minden eldől. Majd elmondom, hogy miért is kap súlyt egyébként ez a vármegyei szint, mondandómnak a végén, de egyelőre azért fontos itt a törvényalkotási folyamatban, mert amikor az uralkodó össze akar hívni egy országgyűlést, akkor először a leírat mindig a megyei közgyűlési szintre megy el. A megyei közgyűlésen általában a főispán vezethetné, de a főispán mindig a felsőházban tartózkodik, ezt az előbb mondtam. Így a megyei közgyűléseket mindig az alispán vezeti, és ezeken a közgyűléseken azok a nemesek vehetnek részt, akiknek a megyében birtokuk van, vagy azok a városi polgárok vehetnek részt, amely a város az adott megyében található, illetve azok a papok vehetnek részt, amely egyháznak ugye az adott megyében vannak plébániái, akkor ezek a papok elmehetnek a közgyűlésre, és ott a leíratot megvitatják. Amikor a leíratot megvitatták, dönt
a közgyűlés, akkor kiválasztanak minden megyéből két követet. Ez a két követ megy el az országgyűlés alsóházába, viszont ezeknek a követeknek a követutasítás az egy kötött mandátum. Vagyis, amikor ez a két követ elmegy az országgyűlés alsóházába, akkor nem szabadon dönt a kérdésekben, hanem azt amellett a döntés mellett kell szavazni az országgyűlés alsóházába, amilyen utasítással a vármegye elküldte őt az alsóházba. Ezt nevezzük kötött mandátumnak, vagyis, hogy csak is a vármegye szavazatát lehet képviselni. Ha nem úgy képviseli a vármegyét, ahogy kellene, akkor a vármegye visszahívja ezt a rebellis képviselőt, és egy olyan képviselőt küld el az országgyűlés alsóházába, amely majd úgy fog szavazni, ahogy ők döntöttek. Na most emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy majd különösen a reformkorban komoly politikai súlya lesz ezeknek a vármegyéknek. A másik súlya pedig ott van, hogy bár a törvényeket nem lehetett nem figyelembe venni, a vármegyéknek végre kellett hajtani a legmagasabb jogszabályt, a törvényeket, de az, hogy azt megyei szinten milyen vehemenciával és milyen beleéléssel hajtják végre a vármegyék, az nagyon-nagyon függött a közgyűléstől, nagyon-nagyon függött a vármegyétől. Tehát itt az, hogy az emberek a mindennapok szintjén hogyan élik meg a jogszabályok működését, ahhoz a vármegyének nagyon nagy szerepe volt. Nem csoda, hogy a reformkornak a politikai éledése az innen a vármegyei szintről fog majd elindulni. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy lássuk, hogy alapvetően azért Magyarországon zsarnokság van, de itt alapvető kritérium, hogy az uralkodó nagyon-nagyon összhangban uralkodjon a magyar rendekkel, ne sértsen meg a magyar rendek jogait, mert akkor ott a birodalom széthullana. Így nagyon-nagyon érzékeny, nagyon jó államférfinak kellett lennie az uralkodónak, hogy ezt az egyensúlyt fent tudja tartani. Jó, én azt hiszem egyelőre ennyit a politika történetről. Következő órán megyünk tovább, és megnézzük Mária Teréziánál, hogy hogyan változik, vagy hogyan alakul a helyzet. Ennyit akartam tanulni. Ne mozduljatok, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!